Boldog új évet kívánok, sziasztok! 2024 van, ezért úgy gondoltam, itt az ideje áttekinteni a 2023-as megjelenésű, vagy a 2022-ben ugyan már megjelent, de gyakorlatilag csak 2023-ban kipróbálható társasjátékokat, melyek azok, amikkel én játszottam, és mely játékok mennyire tetszettek nekem. Fontos, hogy ez az egész videó és az ezt követő két további rész az egyéni szubjektív véleményemen alapszik. Lehet, hogy nem fogsz velem egyetérteni mindenben, vagy lehet, hogy megrökönyödsz majd egy-egy választásomon, akár a kiemelkedő, akár a tetszett, akár a csalódást keltő kategória top listáját fogod nézni, de hát ez ilyen, mindenki máshogy éli meg a játékot, mindenki mást keres egy játékban. A mai videóban a csalódást keltő játékokról lesz szó. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a játékok rosszak, inkább azt jelenti, hogy vagy többet vártam tőlük, vagy pedig nem sikerült azt nyújtaniuk, amit szerettem volna, hogy nyújtsanak. Vagy egyszerűen ténylegesen arról van szó, hogy valami hiba csúszott a gépezetbe, és valamely része nem működik jól az adott játéknak. 2023-ban egyébként 490 alkalommal társasjátékoztam, 140 különböző játékkal játszottam, ebből 70 játék volt számomra vadonatúj, és ebből közel 50 társasjáték volt olyan, amit 2023-as megjelenésűre datálok, úgyhogy a mostani videómban a top 10 csalódást keltő játékot fogjátok majd hallani, az ezt követő videómban 15 olyan játékot, ami tetszett, majd pedig egy top 10-es listával zárom ezt a videós sorozatot, amiben a kiemelkedő, inkább úgy fogalmazok, a számomra kiemelkedő társasjátékokról lesz majd szó. De mielőtt ehhez hozzákezdek, nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy nyilván én sem játszhatok minden játékkal, akkor sem, hogyha azok kiemelkedőnek tűnnek, vagy különlegesnek tűnnek, úgyhogy mielőtt a csalódást keltő játékokról elkezdenék beszélni, fontosnak tartom, hogy átnézzük, hogy melyik az a top 10 játék, ami biztos, hogy nem lesz a listámban, de nagyon várom azt, hogy kipróbálhassam majd 2024-ben, és elképzelhető, hogy akkor játszva azt fogom mondani, hogy hú, de kár, hogy nem tettem fel a lista akár kiemelkedő játékai közé. Ezek a következőek: ISS Vanguard, Voidfall, Nucleum, Earthborn Rangers, Apiary, Beast, Scarface 1920, Kutnahura és Rats of Vistar. Ezekre a játékokra vagyok a legkíváncsibb, és remélem, hogy 2024-ben lesz rá alkalmam, hogy játszak ezekkel majd, adott esetben pedig akár különálló videót is készítsek róluk. De most akkor vágjunk a közepébe, és indítsuk el ezt a sorozatot a top 10 csalódást keltő játékkal. Rögtön a lista 10. helyén, tehát a legkevésbé csalódást keltő játékról van most szó, a farkasok. Csapat farkast irányítunk, és amelyekkel a területet megpróbáljuk védeni, oda próbálunk menni, aztán ugatunk egy kicsit, és próbáljuk a saját falkánkat hát minél jobban szétszórni megfelelő módon a térképen. Azonban, hát hogy is mondjam, kivett az élményből az, hogy ezeket a kis kártyákat kell majd felhasználnunk ahhoz, hogy bizonyos területekre tudjunk vándorolni, vagy bizonyos területeken tudjunk akciókat bekapcsolni. Kell mindig majd két azonos típusú kártya, vagy éppen három azonos típusú kártya ahhoz, hogy bizonyos akciót végrehajtsunk, és hogyha rendelkezünk a megfelelő kártyákkal, vagy hát lapkákkal, akkor ezt meg tudjuk tenni pont ott, ahol szeretnénk. Ha meg nem rendelkezünk vele, akkor át kell valahogy írni a taktikánkat, és meg kell keresni azt, hogy éppen aktuálisan mit tudunk csinálni. És emiatt éreztem azt a játék során, hogy nagyon-nagyon beszűkíti a játék a lehetőségeket, mert a lapoktól függ minden, és az 5-6 lapotból 2-3-nak azonosnak kell lennie, és hogyha nem azonos, már is egy csomó akció lehetőséget elbuktál, úgyhogy nagyon szép a játék, én azt gondolom, hogy különleges is, de számomra nem hozta azt a fajta pozitívumot, amit a külcsin alapján reméltem tőle. Ezért számomra csalódást keltett végül. Nézzük meg a lista 9. helyezettjét, erről külön videót is készítettem, a Motor City, amely annak az Adam Hillnek, Ben Pinchbecknek és Matt Riddlenek a munkája, akik közül többen is dolgoztak már korábban Roll and Write játékokon, és amelyek igen-igen jól sikerültek. Ehhez képest a Motor City eléggé prototípus szagú, nem szép szerintem a tábla kialakítása, és hát nem adja magát annyira könnyen a játék, nagyon jónak tűnik az a kockadraft rendszere, ami benne található, de mégis valami hiányzik ahhoz, hogy igazán bevonjon, és bár a játékélmény jó vele, hiányzik az, hogy azt
akarja tőlem, hogy levegyem a polcról, úgyhogy végtére is, főleg azért, mert korábban milyen játékokat alkottak ezek a szerzők, a csalódás kategóriába kellett tennem. Jöjjön a lista 8. helyezettje, a Quibbles, ami itt is látszódik, hogy 6.0-ás. 2023-ban ne adjunk már ki ilyen játékokat, tele van bele a padlás. A fő lényege a játéknak az, hogy a számozott kártyák közül melyeket tudjuk és hogyan tudjuk elvenni, hogyha egy 6-ost akarunk elvenni, akkor 6 azonos kártyát kell kijátszanunk, vagy egy 1-essel, meg egy 4-essel el tudjuk lehet venni az 5-ös kártyát, és egy full settet akarunk képíteni 1-től 6-ig elvett kártyákból. Legalábbis valami ilyesmiről szól a Quibbles, ami igazából semmilyen újdonságot nem hozott, cuki az a grafika, amit kitaláltak hozzá, és én mindig reménykedem abban, hogy tudnak valami újdonságot, valami újat hozni ezek a játékok, és a Quibbles erre nem volt képes. Aztán jöjjön a következő helyezett, The Veil of Eternity. Hát ez az a játék, ami gyönyörűen néz ki szerintem, ezek a kártyák fantasztikusan megrajzoltak, és a fő cél az, hogy kombókat építs vele, de ennél nem több, és valami nekem hiányzott belőle ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ó, igen, ez egy igazán különleges kártyajáték. Ez egy átlagos kártyajáték, csak ettől is egy picit többet vártam. A grafika nagyon szép, a képességek a kártyákon szerintem nagyon jól el vannak találva, és aki nagyon szereti az ilyen 30 perces kombóépítős játékot, amiben nem zavarja a magas szerencsefaktor, hogy éppen milyen kártyák közül lehet draftolni, és az mennyire illeszkedik az ő rendszerébe, szerintem annak tetszeni fog. Aki viszont többet vár manapság egy játéktól, annak nem biztos, hogy ez lesz majd az ideális kártyajáték, amit javaslok mondjuk 2024-re, de működik, és egyébként rendben van. Na menjünk tovább, és akkor jöjjön a Maps of Mystere-ra, amiről már az eszeni videómban láthattatok egy kis gondolatébresztőt arra vonatkozóan, hogy hát nagyon elszaporodtak azok a játékok, amelyben térképet kell alkotnunk, és a térkép alkotás folyamatában kell valami közös készletből dolgoznunk, és itt megalkotjuk a térképet, amelyet egyébként a másik játékos majd átalakíthat, és igyekszünk úgy létrehozni magát a térképet, hogy az illeszkedjen a saját céljainkhoz. Nekem ez a játék nagyon-nagyon nem jött be, nem látok benne semmi olyan extrát, ami miatt azt mondjam, hogy szívesen még egyszer játszanék vele. Ez az első ilyen játék. Az előző játékok mindegyike olyan, hogy ha a társaság azt kérné, hogy azzal játszunk, azt mondanám, hogy persze simán. Ez a Maps of Mystere az első, amire már azt mondom, hogy hát inkább nem. Úgyhogy menjünk is tovább, Light in the Dark, erről is volt szó az eszeni videómban, azóta megint megpróbáltam egyszer-kétszer játszani, és nem, és nem, és nem, 6.0, nem véletlenül. Ez az, amiből már hiányzik a játéknak az élvezeti faktora is, amikor érzed, hogy jó lehetne, meg jó dolgokat hoztak egybe, de annyira nem sikerült játékélménnyé kovácsolni az egészet. Egy unalmas, lépegetős, tokenelvevős, kockadobálós történet hosszú harcokkal, aztán valami lesz. Nem rossz, de hogy ez nem jó, az is biztos, úgyhogy sajnálom. Ettől várhattam volna legtöbbet, mert árérték arányban ez egy kiváló játék lehetne, de nekem nem hozza azt a feelinget, hogy én ezzel szívesen játszani. Következő versenyzőnk a Rallyman Dirt. A Rallymannek a GT verzióját imádom, nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat játszottam vele, a Dirt pedig a rallis érzést akarja behozni, de ezt mind úgy teszi meg, hogy külön-külön megyünk végig a pályán, és azt gondoltam, hogy biztos van benne valami olyan csavar, ami ezen majd segít, de nem, ezen nem segít semmi. Gyakorlatilag leszólózzuk a pályát, hogy aztán a következő játékos is leszólózza, hogy a lépéseinkkel minél kevesebb időt veszítsünk el, és aztán megnézzük, hogy ki veszítette el a legkevesebb időt, vagy hát ki volt a leggyorsabb a játékosok közül, de számomra kevésbé volt intuitív, mint az alapjáték, és kevésbé is izgalmas amiatt, hogy külön-külön megyünk végig a versenypályán. A megvalósítása egyébként remek, de csalódást keltett, és azért is került ilyen magasra, mert az alapjáték, vagy hát a korábbi verziója játéknak kimondottan jól sikerült. Azt mondom, hogy a kategóriájában talán a legjobb versenyzős játék, ahhoz képest ez a Dirt számomra nem hozott olyan extra történést. És akkor eljutottunk a listám 3. helyezettjére. A magyarul a Föld néven megjelent játékra, amely nagyon sok videósnál a kiemelkedő legjobb játékok közé is befurakotta magát. Olvastam róla nagyon sok magasztaló kommentet, azt, hogy mennyire szeretik azt, hogy ez a játék egy óra alatt képes lepörögni más hasonló tablóépítős játékok ellenére. Ebben a játékban mindig választ valaki egy akciót, a többiek követik ezt az akciót azért, hogy növesztgessük a növényeinket,
és ezáltal pontokat hozzunk. Számomra azzal bukott el, hogy annyira random a pontrendszere, és annyira random az, hogy milyen lapokat kapok, és annyira balanszolatlanok néha egymáshoz képest a kártyák képességei, hogy emiatt nem tudom komolyan venni, és úgy venni, hogy ezt kompetitíven játsszuk. Itt van egy példa, pontozás, 155-234 lett a vége, eleve ez, amikor már több száz pontot kapunk egy játékban, az már úgy kérdéseket vet fel, hogy mennyire van kibalanszolva, de tényleg nagyon sok kártyával nekem problémám van. Szerethető játék abszolút, az asztalkép az nagyon szép, szerintem ez az egyetlen olyan játék, aminél a valós képek behozatala a játékba, és nem grafikák használata, az különösen sokat dob az egészen, és ezáltal még inkább közelebb kerülünk egy ilyen növényvilághoz. Aki egyébként szereti a kombóépítést, meg gondolkozni, hogy hova helyezze le a kártyáit, meg hogyan válassza ki az akcióját, az tudja majd szeretni. Tehát maga a játék menet, az szerintem nagyon is rendben van, csak maga a pontozós, kompetitív része, és az, hogy mennyire random, azt teszi számomra csalódást keltővé ezt a játékot. Menjünk a lista második helyezettjére, az Astrára. És fontos, hogy ez a játék nem azért került feltétlenül a listának ilyen előkelő helyére, vagy akár konkrétan erre a listára, mert hogy ez ne lenne egy átlagos játék, mert szerintem az Astra az nem annyira rossz, mint a pontozása mutatja, de nagyon fontos hozzátenni azt, hogy ezt a játékot a Mind Clash Games adta ki. És emiatt az egész nézőpont megváltozik. Oké, hogy ez egy kisebb vállalkozás a cég életében, és úgy vettem ki, hogy azért a kisdobozos játékok felé is próbálnak kacsingatni, és alapvetően az ötlet sem feltétlenül rossz, hogy a megjelenő kártyákon a csillagoknak a helyeit berajzolgatva szerezzünk pontot, de annyira unalmas és repetitív volt, nem tartottam semmilyen részét igazán különlegesnek a témáján kívül, hogy nálam emiatt csalódást keltett. Szerintem fontos az egy kiadó megítélése szempontjából, hogy milyen játékokat ad ki, hogyha ők egy különleges kiadó, már pedig szerintem abszolút egy különleges kiadóról van szó, akkor szerintem nem engedhetik meg maguknak azt, hogy átlagos játékokat jelentessenek meg. Ez egy átlagos, szerethető játék, de nincsen benne semmi különlegesség, ezért számomra mindenképpen a csalódást keltett kategóriának a második helyezettje lett. És akkor mi lett a legelső a listán, gondolom már nagyon kíváncsiak vagytok. Hát a War of the Ring The Card Game magyarul szintén megjelent, a gyűrű háború kártyajátéka, és azért került ennek a listának az első helyére, mert ez a játék zuhant a legnagyobbat a szememben több játék után. Az első két alkalom az zseniális volt. Gyakorlatilag csillogó szemmel játszottam végig, hogy ez is benne van a filmben, az is benne van, de jól visszahozta ennek a hangulatát, ezt a történeti elemet, de jól belepakolta azt, hogy annak a karakternek meg lehet az a tárgya, az a karakter meg azzal a karakterrel mennyire jól összedolgozik, és most jön az a csata, ahol csak azok a harcosok vehetnek részt, akik ténylegesen a történetben részt vettek a csatában, és akkor gyűjtjük a homálypontokat, meg próbálunk a homály ellen menni, és közben a küldetést, meg az utazást, meg de jó, és van egy saját paklim. És a harmadik, negyedik, ötödik játékra ez a rendkívül pozitív megítélés hatalmasat zuhant vissza, mert a játék önmagába fordul vissza, legalábbis ezt éreztük, ugyanazok az események történnek meg, a kártyák pedig determinisztikusak. Nem csak a központra kitett kártyák, hanem a saját paklim kártyái is. Ugyanaz a játékos, ugyanazzal a paklival várhatóan szinte ugyanúgy fog játszani, az egyetlen különbség, hogy mikor fog előjönni az a bizonyos kártyalap, aztán vagy jókor jön fel, vagy rosszkor, innentől kezdve a szerencse is még nagyobb befolyással bír, és valami nekem hiányzik ebből a játékból, szerintem, hogyha mondjuk dupla, akkora lenne mindenkinek a paklia, és lenne egy pakliépítési lehetőség. Vagy sokkal több esemény közül jönnének ki a lehetséges események. Sokkal több váratlan dolog történne benne, akkor azt mondom, hogy ez egy jó játék lenne, és abszolút nem lenne itt a helye. És el tudom képzelni azt, hogy a kiegészítő az segít ezen, de én nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor egy játéknak egy kiegészítőre van szüksége ahhoz, hogy azt mondjam rá, hogy igen, most már jó. Úgyhogy nagyon közel voltunk ahhoz, hogy megvegyük adott esetben a kiegészítőjét is, meg hogy várjuk, hogy esetleg megjelenik magyarul, de hatalmas csalódás volt ez a játék. Nagyon nehéz megfogalmaznom, na itt a magyar doboz egyébként, köszönet mindenképpen a Game Clubnak, hogy hozta ezt a játékot is, vagy éppen a Földet is, meg köszönet minden olyan szereplőnek a magyar piacon, aki hozott magyar nyelvű játékot ki, és ezzel lehetővé tette, hogy minél többen megismerjék és játszanak az adott játékkal. Ebből a játékból valami hiányzik, túlságosan zárt a rendszere, én azt éreztem.
Pedig az első pár alkalom az tényleg ütős volt. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert szerettem volna szeretni, és alapvetően szeretem a Gyűrűk Urát is. De kérdés, hogy valaha elővesszük-e még majd ezt a játékot. Na hát ez volt az első listám. Ez volt a 2023-as visszatekintőmnek a csalódást keltő listája. Remélem, hogy nem csalódtatok bennem. Én azt gondolom, hogy érdemes kimondani azt is, hogyha valami nem tetszett, még akkor is, hogyha más nem fog vele egyetérteni. Nyugodtan írjátok le kommentben azt, hogy bizonyos játékok a listámon miért kimagaslóak, miért nagyon jók, vagy nektek miért tetszettek mégis, mert abszolút elfogadom ezeket a dolgokat, hiszen, mint mondtam az elején, ez abszolút szubjektív élményen alapuló történet. A következő videóban azokról a játékokról lesz szó, pontosan 15-ről, amik szintén 2023-as megjelenésűek, és számomra a tetszett kategóriába férnek be, azaz mindenképpen az átlagosnál jobbak, de nem voltak elég jók ahhoz, hogy 2023 kiemelkedő, különleges játékának minősítsem őket. Itt is szerintem várhatóak meglepetések, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, mindenképpen iratkozzatok fel, aztán találkozzunk a következő videóban is. Addig is jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!